Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Iskolakezdés. Rendőrök ügyelnek a közlekedők biztonságára az iskoláknál. Ünnepség. Tanévnyitó a Pécsi Tudomány Egyetem szexeldi karán. Puliszka Fesztivál Pakson. Idén is nagy sikere volt a rendezvénynek. Nemzetközi atlétika versenybonyhádom. Cél a sportágok népszerűsítése. Szeptember 2-án hétfőn a nyári szünidő után ismét becsengettek, elkezdődött a 2024-2025-ös tanév. A Tolna vármegyei rendőrök minden reggel egész szeptemberben felügyelnek az iskolásokra és a közlekedőkre. Szeptember 2-án hétfőn a diákok visszatértek az iskolapadokba. A hónap egészében rendőrök és polgárőrök segítik az átkelést a zebrákon az iskolába igyekvő gyermekek és szüleik számára. A hatóságok, ha szükséges, forgalom irányítással az autósoknak is segítséget nyújtanak. A nyári hónapokban egyre kevesebb autó volt az utakon, tekintettel arra, hogy nem voltak a gyerekek iskolákban, óvodákban, viszont a mai napon tömegével tapasztaltuk azt, hogy autósok tömkelege az iskolák előtt állt meg az iskolák bejáratánál, sőt még iskolák udvarába is behajtott annak érdekében, hogy a gyerekét minél biztonságosabban tudja az iskolába eljuttatni. Ez viszont nem minden esetben jó, és nem minden esetben baleset megelőzési szempontból nem jó, hiszen nem feltétlenül szükséges az, hogy a szülők a gyerekeket az iskola kapujában tegyék ki, ráadásul esetleg a csomagtartóból előszedjék még a táskát is, és így akadályozzák a forgalomnak a gördülékeny haladását. Fontos tehát, hogy a szülők ne közvetlen az iskolák előtt vagy az udvarban álljanak meg, mert így legrosszabb esetben tolatásnál akár a gyerekeket is elüthetik. A gyerekek figyelmét pedig arra szeretnénk felhívni, hogyha esetleg gyalogosan közlekednek az iskolájuk felé, akkor ne zajszűrős fülhallgatót használjanak, amikor az utakra lépnek, hiszen ennek során esetlegesen akár tragédiával végződő baleset is történhet, hogyha féktávolságon belül lépnek a zebrára az autósok elé. A rendőrség egyben szeptember 2-án elindította iskola példa elnevezésű kampányát is, melyben elsősorban a sajtón keresztül szeretnék eljutatni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos információkat a közlekedők, szülők és gyerekek felé. A rendőrség televíziónk szerkesztőségében egy ajándékcsomagot is átnyújtott számunkra, melybe baleset megelőzési eszközöket helyeztek el. Nyugodtan tekintsük meg, hogy mi van benne. Van benne egyébként egy QR kóddal ellátott is leírás, amit ajánlások vannak, és nyilván ez szülőknek, pedagógusoknak és a sajtó képviselőnek is szól. Elkezdődött a tanév, Szekszárdon a Pécsi Tudomány Egyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kara is megtartotta tanévnyitó ünnepségét. Új kihívásokkal, feladatokkal és motivációkkal indulnak neki hallgatók és oktatók egyaránt a fél évnek. Professzor dr. Szécsi Gábor, a Szekszárdi Intézmény dékánja kérésünkre elmondta a tanévvel kapcsolatos gondolatait. Ma divatos, már-már politikai jelmondattá is váló kijelentés, hogy az egyetem elsődleges feladata, hogy megfelelő tudásanyaggal rendelkező fiatalokat bocsásson ki ugye a munkaerő világába. Ez is nagyon lényeges, nagyon fontos, de ennél sokkal fontosabb, hogy valóban olyan képességekkel, olyan tudással, olyan nyitottsággal, kreativitással, értelmiségi attitűdökkel lépjenek ki az egyetem kapuin, amelyek révén megfelelő módon és időben tudnak reagálni a kihívásokra, mert rengeteg a kihívás. Én bízom abban, hogy az egyetem ilyen értelemben is megfelel feladatának. Örömteli hír, hogy folyamatosan nő a hallgatói létszám, mondta Gyurkovics János. Ez az iskolának a hosszú távú létjogosultságát biztosítja, mert azért az elmúlt időszakban volt több újratervezés, alkalmazkodni kellett a körülményekhez, de most úgy látjuk, hogy stabil, növekülő létszámmal beállt a dolog, és ez nekünk nyugodtságot és megbízhatóságot jelent. Orbán Attila, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke beszédében kívánt eredményes és sikeres tanévet a hallgatóknak. Már több éve van alkalmam köszönteni az egyetem polgárait, akár évkezdéskor, akár a végzősök kibocsátásán, és úgy érzem, hogy a közös programok, a többszöri találkozások, az együttgondolkodás,
közös munka egyre inkább szövetségessé tesz minket. A megjelent gólyák kaptak útravalóként motiváló gondolatokat, bölcs tanácsokat, segítséget az elkövetkezendő éveikhez, amiből táplálkozhatnak majd a nehéz időszakokban. Szeptember 6-a péntektől 8-a vasárnapig rendezik a 7. bátaszéki bornapokat. Erre felkészülve a várost nyugdíjasok is szépítik. Adta hírül Bozsolik Róbert, a település polgármestere. Bozsolik Róbert közösségi média oldalán azt írta, kéri a helyieket, hogyha tehetik, szépítsék, csinosítsák környezetüket, ezzel is hozzájárulva az ünnepi hangulathoz. A bornapok keretében a településen születi felvonulást és koronázási ünnepséget is tartanak, de koncertekkel is várják a vendégeket. Fellép többek között Király Viktor, Horváth Tamás és Szekeres Adrián is. Szeptember 2-án becsöngettek az oktatási intézményekben. Dombóváron a Szent Orsolya Bencés iskola központ tanévnyitót tartott vasárnap délután. Itt a 2024-25-ös tanévet 270 diák kezdi meg. Az iskolában idén is rendhagyó módon köszöntötték az elsősöket. Nekem nagyon rossz gyerekkori élményeim vannak az évnyitókról, és amikor iskolaigazgató lettem, akkor elhatároztam, hogy egészen más jellegű évnyitókat fogok csinálni, és hát ez is olyan, hogy sok játék van benne, meg zene, tehát a gyerekeknek ne egy olyan élmény legyen ez, hogy már megint kezdődik. Szekszárd városa és a német Bietigheim-Bissingen idén ünnepli testvértelepülési kapcsolatának 35 éves jubileumát. Ez alkalomból Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere látogatott el a Bietigheimban tartott Federmarkt Fesztiválra. A vármegyeszékhely vezetője Facebook oldalán azt írta, ünnepélyes keretek között erősítették meg baráti kapcsolataikat, Jürgen Kessing főpolgármesterrel pedig hitet tettek a kapcsolatok újjáélesztéséért, fejlesztéséért. Ismét megtartották a Puliszka Fesztivált Pakson, több év kihagyás után. Az esemény legfőképp magáról a puliszkáról szólt. Különböző puliszkához köthető székely ételeket kóstolhattak meg a kilátogatók. A szervezők emellett sokféle kísérő programmal is készültek. 2019 után ismét megrendezték a Paksi Puliszka Fesztivált. Az eseményre számos székelycsoport ellátogatott. Mindenféle puliszkás ételeket lehet itt kóstolni, tehát nem csak puliszka van, hanem ami puliszkához köthető. Tehát itt az erdélyi tokánytól, ami hasonlít a pörkölt, ez egy picit, de nem is pörkölt. A sajtos tallér, ami kukoricadarából készül, a túrógombóc, a túrós puliszka, lekváros puliszka, szilvár lekváros, aztán szalonnás, sajtos puliszka. Az Erdélyből elszámazott magyarok is elkészítették hagyományőrző ételeiket Pakson. Eljöttünk egy kicsit a Puliszka Fesztiválra, a puliszka az kedvenc eledelünk. Azt mondják román eledel, de nem osztom teljesen ezt a véleményt, ugyanis én néztem utána a történelembe, és azt mondják, hogy nagyon régen a székelyek ezt már használták, a puliszkát. Amit mi főztünk, készítettünk, kicsit mást akartunk, túros puliszkát szoktunk mindig otthon egyszer tejjel esszük a puliszkát, forró puliszka hideg tejjel, és utána túros puliszka, mi Erdélyben így szoktuk ezt meg. De ugye mi is kupálódunk, úgymondva erdélyesen, és láttuk, hogy van olyan lehetőség, hogy aki mondjuk lisztérzékeny, annak egy puliszka alapra helyezzük ezt a pizza feltétet, minden más olyan, mint az eredeti pizza, és akkor ugye ezt kell egy kicsit megsütni, rásütni. A Mics nevű székelyfogásnak is nagy sikere volt ezen a napon. Marhából és sertésből készül, fűszerezése kicsit intenzívebb, mint a csevapcsicsnak, és nagyon finom. Amellett van kis vékony kolbászunk, hasábburgonya, töltött káposzta és egyéb finomságok elől a pulton. Táncos fellépések is színesítették a fesztivált. 2013 óta Kosnás Árpád Fülöp-Feres díjas táncos a koreográfusunk, és vele, hát tulajdonképpen egész Kárpát-medencéből tanultunk táncokat. Amit most jelenleg bemutattunk, az egy sárközi tánc volt, egy felújított sárközi tánc, illetve egy szatmári koreográfia. De ezen kívül bukovinai, moldvai, felvidéki táncokat is táncolgattunk. Hát mindegyik, ahogy a 13 ami eltelt folyamatosan. A mesemondás is nagy hangsúlyt kapott az eseményen.
hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágok. Mód felett mulattatta népet a látvány, s most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondod, bátyám? A rendezvény célja a kapcsolatok ápolása és a hagyományőrzés volt. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója idén is tanszergyűjtéssel segítette a rászoruló családok iskolásainak tanévkezdését. Szekszárd megyei Jugováros Szociális Bizottságának támogatásával élelmiszereket és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagot is kaptak a családok. Számolt be Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a bizottság elnöke közösségi média oldalán. Azt írta, köszönni a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának a már több mint 30 éve végzett munkáját. Önfeledten ünnepeltek a majosi szurkolók még vasárnap a völgységi El Classicoként emlegetett Ponyhád VLC majosi ese összecsapás előtt. Erre a találkozó után már kevesebb okuk volt, a Ponyhád ugyanis 1-0 arányban Pál Ahillas góljával megnyerte a 700 néző előtt rendezett rangadót. A két gárda az MB3-as labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjában szerepel, a harmadosztályban ez volt az első Ponyhád majos összecsapás. Rangos, nemzetközi toplista versenyt rendezett az Atlétika Klub Ponyhád. A megmérettetés világranglista versenynek számított, ami azt jelenti, hogy az atléták világranglista pontokat is szerezhettek. Eldördül a startpisztoly a női 100 méteres síkfutás döntőjében Ponyhádon. Rangos nemzetközi versenyt rendeztek itt a hétvégén, melyen országos bajnok atléták is részt vettek. Tulajdonképpen a domószámok közül a súlylökést tudjuk megrendezni a pályaadottsága miatt, azon kívül a futószámok teljes vertikumát, tehát 100-tól 1500 méterig, megspékelve egy 400 gáttal, 100 gáttal a kisebbeknek, és az ugrószámok közül magasugrást és a távolugrást rendezzük meg. Női 100 méteren a budapesti Honvéd versenyzője Bató Borbála Dorka ért először célba, a Ponyhádi Bíró Dán a negyedik helyen futott be. Meglepően jól futottam, bár a mozgásomban érezhető volt, hogy a tavasza jobb volt, most kicsit így a nyárnak köszönhetően kicsit így ellustultam, ha lehet ezt így mondani, de azért amit lehetett, kihoztam belőle, nem lett egyéni, de nem adjuk fel, előttünk van a csapatbajnokság, úgyhogy ott reméljük jobban fog sikerülni. A férfi 100 métert Bundzsu Patrik, a vasas sportolója nyerte. A Ponyhádi atlétika verseny legnagyobb sztárja Maja Csirics, 8-szoros szabadtéri és 8-szoros fedett pályás szerb bajnokfutó volt. A szerb sportoló nagy fölénnyel nyert 200 méteren, 100-on viszont az előfutamokban a rajtnál kiugrott, így diszkvalifikálták. Mint mondta, a pályafutása során még soha nem történt ilyen vele. It never happened to me. I don't know what happened. Nem tudom, mi történt, ráadásul nem is kicsit, hanem nagyon beugrottam a 100 méter rajtjánál. Alapvetően nem 100 méteres futó vagyok, így a reakcióidőm egyébként sem a legjobb. So I don't have that good reaction. A verseny célja az atlétika népszerűsítése, felkészülési és versenyzési lehetőségek bővítése volt. Regionális híreink következnek. Törvényi változás és biztonság a termelőknek, a szakállam titkár tartott előadást Pécsen. Megemlékezés a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen, 15 milliárdos beruházás a területen, mely 1700 katona nyughelye. Aranylányok, Balatonszárszóra látogattak a világ és olimpiai bajnok Márton Ikrek. Törvényi változással biztosítják a termelők anyagi hátterét. Erről is beszélt a Baranyai Agrárnapon a szakállamtitkár. Feldman Zsolt beszélt még a klímaváltozás miatt szükséges intézkedések, szakmai összefogás szükségességéről. Kiemelte az öntözés és a megváltozó termelési körülmények fontosságát. A Baranyai Agrárnapnak adott otthont az egyetem borbirtok a pénteken. A szakmai napon az ágazatért felelős államtitkár is részt vett. Feldman Zsolt a termelőket érintő legújabb intézkedésről is tájékoztatta a résztvevőket. Elfogadott az országgyűlés egy olyan termelővédelmi csomagot, amely lényegében annak a jogi garanciáját fogja jelenteni, hogy 2025. január 1-től egy mezőgazdasági termelő számára az általa megtermelt áru termény ellenértékét a felvásárlónak, kereskedőnek, feldolgozónak 30 napon belül kötelező lesz kifizetni. Ez bizony nagyon komoly segítséget tud jelenteni akkor, amikor a likviditásban a pénzügyi eszközöknek a biztosításában gyors
forrásra van szükség, tehát ebben a termelők egy új, nagyon komoly segítséget kapnak. A mezőgazdasági támogatásokról is beszélt az államtitkár. Kiemelte a jövő évtől életbe lépő változásokat. Egy új agrárkörnyezet gazdálkodási program indul, szintén 2025. január 1-jét, aminek a szakmai előkészítése megkezdődött, és azzal számolunk, hogy az a most 1,2 millió hektárnyi terület, amely ebben az agrárkörnyezet gazdálkodási támogatási programban szerepel, ez bizony futni fog és részt kíván venni azzal a 20 ezer termelővel a következő időszakban is. Éppen ezért ezzel kapcsolatos információk és tudnivalók valamennyi számára rendkívül fontosak. Az államtitkár kiemelte a klímaváltozáshoz köthető információkat, amik szintén fontosak a szakma számára. Az idei aszály jelentős károkat okozott. Már most augusztus végével újfent 300 ezer hektár területen jelentettek be a 3,7 millió kárenyítési rendszerben lévő területből aszálykárt, és amelynek 80%-a egyébként napraforgó, vagy inkább kukorica. Mindenképpen nagyon fontos, hogy termelőink számára minél több olyan tudást vagy információt tudjunk biztosítani, amely abban nyújt segítséget, hogy mit tud egyáltalán tenni ennek érdekében. Mi adunk öntözésfelszíni támogatást, de nem mindenhol, különösen mondjuk itt Baranyában nem mindenhol érhető el felszíni vagy felszíni vízkészlet. Így beszélni kell a szárazságtűrő fajták bevezetéséről, a művelési körülmények megváltozásáról is, mondta Feldman Zsolt. A szakmai napot éppen ezért szervezték meg idén már második alkalommal, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. A mai nap az már tavaly évben indult, tavaly döntött el a kerekasztal, hogy egy ilyen baranyai agrárnapot fog szervezni, mivel Szent-Lőrincen tudjuk, hogy minden évben megrendezésre került, mindig voltak szakmai rendezvények, sajnos ez kimarad. Az idén is mezőgazdasági gépshow volt, én is jelen voltam, nagyon jó volt, sokan voltak, de mégis a szakmát valahol képviselni kell. És a kerekasztal, a baranyai kerekasztal elhatározta, hogy minden évben tart egy ilyen szakmai napot. Tavalyi év is nagyon jó sikerült, reméljük az idei is nagyon jó fog sikerülni. A délelőtt előadásokkal, pódiumbeszélgetéssel telt, majd délután kötetlen beszélgetés várta a résztvevőket. Ezeken a baranyai és az országos helyzetről kaptak információkat a megjelentek. 498 éve, augusztus 29-én zajlott a végzetes Mohácsi csata. Az 500. évforduló közelettén kiemelt figyelmet kap az idei megemlékezés és koszorúzás a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A helyszínen régészeti feltárásokat végeznek. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A helyszínen 15 milliárdos fejlesztés zajlik. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megemlékezést tartottak a tragikus kimenetelű Mohácsi csata áldozatairól. Varga Szabolcs történész a következő szavakkal nyitotta meg a megemlékezést. 1976. augusztus 29-én elhangzott ezen a helyen az első beszéd. Az újabb és újabb évfordulók egyre nagyobb terhet róttak a felkért szónokokra, hogy vajon mit is lehet még elmondani a Mohácsi csata hőseire, emlékezve, ami nem fog rosszul öregedni, ami képes hálót fonni az 500 éve itt küzdők és a kései emlékezők között. Két évvel a Mohácsi csata 500. évfordulója előtt Hargita János miniszteri biztost, országgyűlési képviselő az emlékezés helyszínén az évforduló egyik legnemesebb és legfontosabb célkitűzéséről beszélt. Azokat a hőseket, akik ezekbe a tömegsírokba el vannak hantolva, és ugye ebből két tömegsírt már fel is tártak a hozzáértők, nyilvánvalóan a feltárás eredményei még nincsenek meg teljes egészében, de meg lesz. Tehát a dolog lényege, hogy ezeket a hősöket végre méltó módon eltemessük itt az emlékhelyen. A további itt történő fejlesztés, sok milliárdos beruházás, ennek pedig óriási jelentősége, tette hozzá miniszteri biztos. Ez önmagában, amiről beszélek, csak itt az emlékhelyen, egy 15 milliárdos fejlesztés, amit meg kell csinálnunk, és mondta, hogy már csak két év van hátra. Tehát a másik, ami eszembe jut, az már is az időzavar. Mert nyilvánvalóan miniszteri biztosként addig, ameddig nem látok munkagépeket ezen a területen, akik már dolgoznak, és a végeredményt formálják, hát addig én csak tovább őszülök, nyilvánvalóan addig is, vagy utána is, de én ezt minél előbb látni szeretném, és persze Mohács 500-nak vannak még más beruházásai, céljai, amit meg kell valósítanunk, és ezeknek nagy részét szintén más helyszíneken a csata évfordulóra, tehát van előttünk feladat.
rengeteg. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság területéhez tartozik az emlékhely. Fontos szerepet töltenek be az ásatások, feltárások alkalmával. Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság igazgatója, az emlékezés mellett a jövőt is felvázolta. Az idei évnek az aktualitását adja az, hogy a befejeződött a négyes számú tömegsírnak a feltárása, és ott már az antropológiai kutatások folynak a Szegedi Tudományegyetemen, és hát reményeink szerint jövő év elején megkezdjük egy új látogatóközpont és egy kápolna építését itt az emlékhelyen, hogy két év múlva az 500. évfordulóra egy megújult helyszínnel tudjuk fogadni az ide látogatókat, illetve a tömegsírból kikerülő egyének is méltó nyughelyet kaphassanak a kápolnának az altemplomában. A megemlékezés zárásaként a kegyelet koszorúit is elhelyezték a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Az olimpiai siker óta több meghívásnak is eleget tett a Madridban élő Márton család, amelynek tehetséges Iker lányai már világbajnokságot és olimpiát is nyertek. Most egy gyors látogatásra érkeztek a Balaton partjára, hogy régi barátjuk kérését teljesítsék. Akkor többet leszel itt. Most igen. A család egyik barátjának meghívására érkeztek Balatonszárszóra a Mártonikrek. Doregi Sándor és Mártonék még Teneriféről ismerik egymást. Az olimpia alatt Sándor is nyomon követte a fiatalok szereplését, majd Viviana sikere után azonnal telefont ragadott. Végignéztem az előbecseket, elődöntőt, mindent, és teljesen el voltam hűlve, hogy lehet valakiben ekkora hatalmas akaraterő, szívóság, kitartás, megszállottság, hogy eljut az olimpiáig, az olimpián pedig az aranyéremig. Ez olyan megható volt nekem, hogy villámgyorsan hívtam a papát, azonnal, hogy ez igaz, ez létezik, ez megtörtént, és hát Zsolt is boldog volt, hogy telefonon egyből utolértük egymást, és akkor mondtam is, meg írtam is a Facebookon, hogy nekem óriási öröm lenne, ha két lányt személyesen is megölelhetném. És így jött ez a mai találkozó, élőben itt ülünk egymás mellett, a kertben, egy nagy fa alatt, és a boldogságtól ordítani tudnék, mint ugyan a slágerünk mondja. A Mártonikrek már nagyon korán elhatározták, hogy a tékvandó lesz az a sport, amit választanak, és amit csak lehetséges, szeretnének belőle kihozni. Csodálatos volt nekünk ott lenni, mert az olimpia egy ilyen másik világ, ahol csak a legnagyobb sportolók vannak ott, és kimenni a szobából is csak ott sétálnak melletted a világbajnokok, meg az olimpia bajnokok, hát az fantasztikus. Olyannyira profin, hogy Luana tavaly 17 évesen világbajnok, Viviana pedig az idén olimpiai bajnok lett. Az olimpiai falu és maga a millió meghatározó élmény volt a lányok számára. Mi 7 évesen kezdtük Tenerifén, és utána, amikor már többször mentünk ki versenyekre, 12 évesen úgy döntöttük a szüleimmel meg mi, hogy ki fogunk költözni Madridba, hogy tudjunk menni az olimpiára, és hogy tudjunk fejlődni. És ott, amikor kiköltöztünk, akkor már tudtuk, hogy itt van lehetőség, és hogy már profin csináljuk. Persze a sikerért meg kell dolgozni. Naponta kétszer 2 órát edzenek, mellette szabad idejük nem nagyon marad, hiszen még tanulmányaikat is folytatják. Szeretik ezt az életet, határozott célokat tűztek ki maguk elé, amelyet végig is akarnak csinálni. Mint mondják, egy percre sem bánták meg, hogy élsportolók lettek. Igazából nem, soha nem gondoltunk ilyet, mert igazából mi nem arra koncentrálunk, nekünk nem érdekel annyira, hogy most hétvégén kimenjünk bulizni. Mi nem ez a célunk. Mi az a cél, hogy ebben a kevés idő, ami sportolunk. Igen, ahol sportolunk, ezt megcsináljuk 100%-osan, és majd utána, amikor majd végzünk, majd lesz időnk. De most még nem. A lányoknak még 1 hét szabad idejük van az újabb edzések kezdetéig. A Balatonnál már többször is jártak, szívesen kapcsolódnak ki a magyar tenger partján. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Iskolakezdés. Rendőrök ügyelnek a közlekedők biztonságára az iskoláknál. Ünnepség. Tanévnyitó a Pécsi Tudomány Egyetem szexeldi karán. Puliszka Fesztivál Pakson, idén is nagy sikere volt a rendezvénynek. Nemzetközi atlétika verseny Bonyhádon, cél a sportágok népszerűsítése.
Kedden folytatódik a napsütéses, forró idő. A napsütést változó erősségű fátyol és gomoly felhőzet zavarhatja meg. Csapadék kialakulása általában nem valószínű. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!